Mi pedig a stúdióban folytatjuk Krétvári Bence parlamenti államtitkár, a közigazgatás és igazságügyi minisztérium. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Úton volt, sminkelték, felkészült, nem tudom, belehallgatott-e Szanyi Tiborral folytatott beszélgetésünk bár-e kontrába. Nem. Hát azokat a sajtóban megjelent ügyeket vettük górcső alá, amik egyébként részint Szanyi képviselőt is érintették, ugye nála voltak átjelentkező tömegek, ugye emlékszünk a 2010-es pillanatokra. Ugye Kósa Lajos elmondta, hogy számtalan visszaélésre és csalásra adott lehetőséget az a választási rendszer, amelyet most magunk mögött hagyni igyekezünk. Ezzel kapcsolatban a szocialista képviselő azt mondta, hogy szerint egyébként minden választási rendszerben ki lehet játszani a lehetőségeket, de mennyire lesz az új, a tervek szerint megújuló választási szisztéma mentes vagy biztosított a különböző manipulációktól? Hát akkor megtudtuk Szanyi Tibortól, hogy nincs ez a választási rendszerben, a szocialisták ne tudnának csalni, ez is egy értékes információ mondta, egy reggelhez. Nem ezt mondta, ő elhárította ezt, azt mondta, hogy amit szabad, amit nem tilos, az szabad gyakorlatilag. Ez a rendszer azért küszöböli ki a csalásokat, átjelentkezéseket, hiszen valamelyest már 15 nappal korábban tisztázza a viszonyokat, hogy pontosan ki, hol, hogyan fog szavazni. Tehát nagyjából ez tervezhető. Az én választókörzetemben 14. kerületben a hajnali 2-ig állt a sor ott a Bocskai úton, hiszen főleg fiatal egyetemisták, akik följöttek a kollégiumba, ők álltak ott nagyon sokáig hajnalig ugye sorba. De hát végül én nagyon nagyra becsültem őket, mindig mondják, hogy fiatalokat nem érdekli a politika, hát hajnali 2-ig ott álltak, hogy szavazhassanak. Szerencsére ez egy pozitív ellenpélda volt. Tehát a tudatosság növelése, ennek a 15 napos feliratkozási határidőnek a bevezetése, azért mind-mind az utolsó napon, hát hallottunk ilyen történetekről, ugye, hogy pénzért megvett szavazatoknak, vagy gulyásért megvett szavazatoknak a rendszerét sokkal jobban ki tudja küszöbölni, mint a korábbi rendszer. Tisztábbak a viszonyok, egyértelműbbek a viszonyok, ki szavaz, ki nem szavaz, ki hol szavaz, sokkal egyszerűbb ugye a mozgáskorlátozottaknak, meg van akadálymentes tett szavazóhelység, egyszerűbb a látáskárosultaknak, mert van beírásos sablon a szavazólaphoz. Tehát sok minden kérdésben, akik jobban kiszolgáltatottabbak, mert idősebbek, mert utaznak, vagy mert nem jól látnak, azoknak így egyértelmű teszi a szavazást. Úgy volt, hogy ezen a héten szavazás lesz a parlamentben. A szavazás jogairól és lehetőségeiről nem lett. Miért? Az alaptörvény módosítás késik egy hetet, a múlt héten nem lett leadva technikailag egy támogatott sor, és éppen ezért még konzultációkra kerül sor ezzel kapcsolatban, és hát a jövő héten fogjuk ezt folytatni. Egy hét laufon ebben, messze van a következő választás, úgyhogy ez bőven belefér. Mindenki azt pisztergálja most egyébként a sajtóban, hogy miért kell alaptörvénybe foglalni bizonyos sarkalatos pontokat. A rendszernek koherensnek kell lennie. Én úgy a gyanakvást ön is olvasta, én is elmondom akkor, hogy mintha az alkotmánybíróságot, ugye a regisztrációról szóló jogszabály, ez véletlenül normakontroll. Egyébként a Fideszet... Mi fogja kérni? Pontosan, így van. De hogy ezzel kapcsolatban azt pedzegeti az ellenzéki sajtó, hogy ez tulajdonképpen egy trükk, amely az alkotmánybíróság döntési szabadságát bizonyos értelemben korlátozza, hiszen hogyha az alaptörvényben ott vannak bizonyos pontok, akkor már nem olyan szabad a mérlegelés. A lényeg, hogy a választójog általános egyenlő és titkos legyen, és ezt a alaptörvény biztosítja most is, és biztosítani fogja a módosítás után is. Fontos a diszkriminációmentesség, hogy senki ne kerüljön hátrányba a választásokon a részvételben. Ez is a korábbiakban is biztosított, most is biztosított. Ami bekerülhet az alaptörvénybe, az például a Velencei Bizottság 2011-es jelentésében is rögzített határidő, hogy 15 nappal a választások előttig még lehessen nyilvántartásba vetetnie magát a választópolgároknak, és egy-két ilyen kérdés, de ami az eszenciáját, a tartalmát, a demokratikus lényegét érinti a választóknak, hogy minél többen férhessenek hozzá, megkülönböztetésmentesen férhessenek hozzá, általános egyenlő és titkos legyen a választójog, ezt nem érinti. Itt annyiról van csak szó, hogy nagyobb fokú tudatosságot kérünk a választóktól, aki úgy gondolja, hogy teszem azt mondjuk április 15-én el akar menni szavazni, az április elejéig menjen el és vetesse magát nyilvántartásba. Az a szavazat, amivel ott 4 évre eldönti az ország sorsát, az a döntés, az ne a fülkében szülessen meg utolsó pillanatban, hanem gondolja előtte végig, mérlegeljen, nézze meg a pártok teljesítményét, a programját, a hitelességét, és így hozzon döntés. Ne az utolsó sarkon befordulva, egy plakátra rápillantva hozza meg a 4 évre azt, hogy az országot ki fogja vezetni. Miért bukott el a levélben jelentkezés lehetősége a regisztrációnál?
Tel Avivben a jelentkezés lehetőség megmaradt határon túl, viszont a határon belül az adatvédelmi biztosnak volt egy olyan ajánlása, vagy javaslata, kifogása, amelyben ezt nehezményezte, ezért került itt módosításra ez a törvényi passzus. De ugye először elfogadjuk az alaptörvényi módosítást, aztán magának a választási eljárási törvénynek az új formáját, tehát itt még azért jó pár hét, míg minden részletben az utolsó vitáskérdés is majd előttésre kerül. Ebben például egyébként lehet vita. Mert én tiszteletben, persze fontos, hogy mit mond az adatvédelmi biztos, de az ember a gyakorlat oldaláról közelít. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon sok embernek egyébként lényegi kérdés lehet, hogy tud-e levélben jelentkezni, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy az emberek többsége azért fél év alatt, itt 6 hónapról van szó, szeptembertől márciusig. Azért a polgármesteri hivatal környékén, a választási irodában ez valószínűleg azért megfordul. Tehát nyilvánvalóan ez nem egy akkora teher, hogy fél év alatt egyszer oda be kell menni, országok tucatjaiban a világon ez így működik, Amerikában folyamatosan regisztrálják magukat, nem hogy választani akarnak, hanem a pártnál regisztrálják magukat, hogy melyik pártra fognak szavazni. Tehát ahhoz képest az sokkal több utánajárás, ha tetszik, sokkal több feladat. Ott ráadásul mindig vannak választások, mert a szenátust is egyharmadonként cserélik, a kongresszust is cserélik, az elnököt is, plusz állami választások. Tehát ott még több ilyesfajta herce-hurca van ezzel. Én úgy mondom, hogy azért, tehát itt nem egy hétköznapi döntésről van szó, aminek nincs tétje. Ennek a döntésnek nagyon nagy tétje van, hogy 4 évig kivezeti az országot. Nagyon fontos, hogy ki alaposan hozza meg ezt a döntést. Ehhez mérten az, hogy fél év alatt egyszer be kell menni a polgármesteri hivatalba, én úgy gondolom, hogy nem egy olyan nagy különlegesség, ráadásul az elektronikus úton történt szavazás a nagyvárosi emberek többségének szintén nagy segítséget jelent. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel azért ez nem egy akkora teher, ami teljesíthetetlen bárki számára. Az ellenzék igyekszik ezt felnagyítani, természetes. De gondoljuk el, hogy hányszor megyünk el havonta BKV bérletet vásárolni a kis BKV trafikba, hányszor megyünk el csekket befizetni, vagy hányszor megyünk el a mérőórákkal kapcsolatban bármit intézni. Tehát azok is azért előfordulnak az ember életében, hát legalább 4 évente, de valami havonta. Ugyanekkora utánajárást igényel ez, pedig a tétje az jó sokkal nagyobb, hogy lesz-e BKV bérletem a hónap elsőjén, vagy nem lesz, itt azért 4 évnyi kormányzásról van szó. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence volt a vendég.